Jó estét kívánok! Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a mai esten. Kicsit furcsa helyzetben vagyok, mert magam is dolgoztam azokon a helyeken, ahol a kollégák dolgoztak. Úgyhogy ismerjük egymást régóta, és egy különös csavar az életünkben, hogy itt találkozunk, és házigazdaként köszönhetem Kondor Katalint és Tarics Pétert. Két a szakmáját komolyan vevő, de egyébként vidám újságírót. Egy olyan izgalmas időszakról lesz ma szó, amely meghatározta az elmúlt negyed századunkat, meg lehet, hogy még a következő időszakunkat is. Nagyon örülök, hogy mindketten itt vannak. Amikor most a médiával kapcsolatos híradásokat követjük, egyetlen szót, egyetlen mondatot nem hallunk arról, hogy mit szeretne az olvasó, mit szeretne a néző, mit szeretne a hallgató. Tehát a tartalom az tulajdonképpen teljesen mindegy. Hallunk összefüggésekről, vélt összefüggésekről, összeesküvésekről, összefogásokról, széthúzásokról, árulásokról. Egyetlen szót nem hallunk a műsorról, tartalomról, ami véget tulajdonképpen az egésznek értelme van. Hát remélem, hogy értelme lesz és tartalma a mai esténknek, és kérem, hogy fogadják szeretettel és nagy figyelemmel őket, lehet kérdezni, vitatkozni, a tartalom a lényeg. Köszönöm szépen. Adon Isten, jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm kedves minnyájukat, kedves esztergomiakat is. Köszönöm Meszlényi László kollégánknak, barátunknak a bevezető szavakat. És hát én is nagyon sok szeretettel köszöntöm nagyon kedves barátomat és kollégámat, Kondor Katalint, a Magyar Rádió volt elnökét többek között, akivel megpróbálunk itt többé-kevésbé okosabb és okos dolgokat mondani az elmúlt 25 évről, magáról, a rendszerváltásról. És előjáróban talán annyit, hogy nekem nagyon jól esik, és jó értelemben megdöbbentő látni, hogy telt ház van. Éppen azon beszélgettünk most, arról beszélgettünk Katalinnal, hogy járva a Kárpát-medencét, beleértve a nagyvárosokat is, vagy akár Budapestet, a fővárost is, hát ennyi embert nagyon ritkán látni, sőt, nagyon-nagyon nem látni ennyi embert egy könyvbemutatón, neves embereknek a könyvbemutatóján, úgyhogy ezt köszönjük önöknek, köszönjük a szervezőknek, mert az üres székeken a legszebb gondolat sem használ vagy hat. Úgyhogy mégiscsak azért nem tömegek előtt, de ennyi ember előtt sokkal hasznosabb beszélgetni és összedugni a fejünket, és kicsit közösen gondolkodni, mint 3-4 ember előtt és üres székekek mondani a gondolatokat. A ma este, ugye itt László barátunk elmondta, hogy igen, valóban a mai médiumokban nem nagyon érdekli a főszerkesztőket, vagy a újságvezetőket, a újságtulajdonosokat, hogy az olvasó mit akar. Ugye egy commerce pénzéhes világban élünk, minél jobban el lehet adni a lapot, minél több a pletyka, minél több a magánéleti botrány, annál jobban megy a lap. És nagyon elbulvárosodott ez a média, nem csak Magyarországon, egyébként ez nem magyar betegség, ez francia betegség, német betegség, de bármelyik országot mondhatjuk amerikai betegség példának. Itt van előttünk két könyv, az egyik Kondor Katalin könyve, a Tükörcserepek, közéleti írások. Ezt nagyon sok szeretettel az önök figyelmébe ajánlom, ugyanis Kondor Katalin azoknak az írásainak, ünnepi beszédeinek, újságcikkeinek a csokorba gyűjtését vállalta magára ebben a kötetben, amelyik nagyon jól visszaadja az elmúlt 25 év vagy 20 évnek az életét, az élethelyzeteit, életképeit. Tulajdonképpen egy tükörkép, tükör cserepekbe mutatja be a rendszerváltás utáni időszakot. Eznek a könyvnek és ezeknek az ilyes hasonló könyveknek azért van jelentőségük a mai olvasóközönség számára, mert nem a politikusok kénye kedve szerint vagy szája íze szerint fogalmazódnak meg, hanem azoknak a
hiteles újságíróknak a szemével, gondolkodása által, akik átélték ezt az időszakot, vagy esetleg olyan közéleti személyiségek, vagy médiumvezetők voltak, hogy egyrészt döntéshozók voltak, másrészt keményen bele tudtak szólni a dolgok folyamatába. Aztán vagy utána megbecsülték őket, vagy kinyírták őket, ez egy másik kérdés. Úgyhogy Kondor Katalinnak a könyvét szíves figyelmükbe ajánlom. A másik pedig egy jó gazdaként a saját könyvem. Ez a könyv úgy született, hogy járva a Kárpát-medencét azt tapasztaltam, hogy az embereknek, a közéleti embereknek és az egyszerű embereknek is nagyon fals és hamis és homályos elképzelésük volt a rendszerváltás. Ugye az elmúlt 25 év alatt rengeteg hazugság jelent meg a médiumokban, több könyv jelent meg a rendszerváltásról, azért egy-két nagyon jó jegyzőkönyv is megjelent a rendszerváltásról, de hogy Isten igazából objektív tények, történelmi tények nem nagyon jelentek meg. Ugye hallottunk a temesvári vérengzésről, Tőkés László esetéről, hallottuk a nemzeti kerekasztal tárgyalásokról, a szeptember 18-ai, 89-es megállapodás aláírásáról, a Magyar Köztársaság kikiáltásáról, és itt tovább az első szabad választásokról, az MDF, MDS, SDS paktumról. Sok mindenről hallottunk, de ennek a hátteréről nagyon-nagyon keveset tudnak az emberek. Most, hogy ez miért fontos? Azért fontos, mert a rendszerváltás úgy sikerült, ahogy sikerült. Ugye csalódtunk benne, nem azt sikerült megvalósítani a rendszerváltóknak, amit ma mi szeretnénk. Se Magyarországon, se a Magyarországgal határos, tehát a határon túli magyarság körében. Ez a könyv, ez egy kicsit magyarországi szemüvegen át, egy kicsit határon túli magyar szemüvegen át vizsgálja, megpróbálja pontosan, hitelesen végigkövetni a rendszerváltás történetét 1985-től egészen 2014-ig. Miért is mondom, hogy 85-től? Mert ugye a rendszerváltást általában 89-hez kötjük, nyilván az alkotmányos és a politikai rendszerváltásnak a lényegi elemei 89-90-ben valósultak meg, de azért azt pontosan tudjuk, és az őszülő halántékúak azért ezt nagyon jól tudják, hogy azért a rendszerváltás nem lehet egy naphoz, egy hónaphoz, egy évhez kötni, ez egy folyamat. Ez egy hosszú, több Magyarországon is 3-4 éves folyamat volt, és a határon túli magyarság körében is. Tehát ahol én ott voltam, ahol 3-4 okos, értelmes magyar összedugta a fejét, a monoki találkozón, lakitelki találkozón, az ellenzéki kerekasztal beszélgetéseken, a nemzeti kerekasztalon, vagy az 1990 óta megvalósult rendezvényeken, Magyarországon vagy a határon túl, én próbáltam ott lenni, mint újságíró, és ezekről az eseményekről tudósítani. Tehát ebben a könyvben nem visszaemlékezések vannak, 25 év után visszaemlékezések, hogy már nem annyira pontosak az emlékek, se a napra, se a hónapra, csak úgy körülbelül emlékeznek az emberek. Nem, ez ott a helyszínen készültek, a Nemzeti Kerekasztalon, a többi rendezvényen, és hát én körbejártam a Kárpát-medencét, a határon túli magyarságnak az életét próbálom röviden, tömören bemutatni az elmúlt 25 évet, amennyire lehet, elsősorban Erdélyre, a Vajdaságra és a Felvidékre koncentrálva, de nem maradt ki belőle Muravidék és az Őrvidék, illetve Kárpátalja sem. Különös tekintettel az autonómia törekvésekre, ami az elmúlt 25-30 év alatt megvalósult, vagy Vajdaságban az elmúlt 42 év alatt megvalósult. Ugye Vajdaságban azt tudjuk, hogy 42 éve tartományi autonómia van, az megszűnt 5,5 évre, aztán újra visszaállították, mind a mai napig működik úgy, ahogy működik. Interjút készítettem többek között a Ceausescu házaspár kivégző osztagának az egyik századosával, elmentem Targovistjébe, ahol kivégezték a házaspárt, és érdekes az az interjú, érdekes az a beszélgetés, hogy lelkileg, fizikailag mit jelentett ez egy parancsot teljesíteni. Emlékszünk azokra a felvételekre, amik akkor történtek azon a katonai bírósági tárgyaláson, és próbáljuk elemezni azt, hogy miért is történt ez. Ez egy pucs volt, egy rendszerváltást, a romániai rendszerváltást legalizáló pucs volt, avagy egy katonai parancsnak a teljesítése, vagy benne voltak-e a titkosszolgálatok, vagy a titkosszolgálatok a konspirációjának az eredménye. Tehát ezt próbálom latolgatni. 88-89-ben ott voltam többek között Biharkeresztesen, a román-magyar határon, mikor a románia erdélyi magyarok átszöktek Magyarországra. Ott a kukoricásban sok hulla között lépkedtem, és akkor ott 23 évesen tanultam meg először, hogy mit jelent félni. És nem a saját bőrömet féltettem elsősorban, hanem
attól féltem, hogy ez folytatódni fog, mert azt láttam, hogy még a Magyarország területére is átlőttek a román határőrök, hogy esetleg meggyilkolják, megöljék azokat, akik félelemből vagy egyszerűen a lehetetlen helyzet miatt átszöktek Magyarországra. Csodálatos volt azt tapasztalni, amikor a romániai magyar menekültek már Magyarország területén voltak, és akkor a magyar határőr bevitte őket az őrsre, forró gulyáslevest és száraz kenyeret adott nekik. Tehát ez egy nagyon-nagyon megható történetek, ezt is feldolgozom a könyvben. Tehát ezek helyszíni tudósítások voltak annak idején, és végigmegyek az elmúlt 25 éven, a kettős állampolgárság ügyével foglalkozom, az autonómia törekvésekkel, de azokkal a koncepciókkal, amit meg is kéne valósítani. Tehát sok helyen beszélünk, Erdélyben is, Felvidéken is, Vajdaságban is az autonómiáról, csak itt azt kéne tudomásul venni, hogy mind az valamennyi elszakított nemzetrészek esetében különböző típusú és műfajú, tehát különböző típusú autonómiát kellene megvalósítani. Ezt egy kicsit megpróbálom tudományos alapra és gazdasági alapra emelni, mert itt beszélhetünk az autonómiáról, de amíg valóban nincs összetartozás, összetartás, nem csak Magyarországon, hanem az elszakított nemzetrészeken is, addig nem lesz autonómia. Foglalkozom többek között annak idején ugye a Panoráma műsorát sokan nézték, hát a legnépszerűbb külpolitikai műsor volt Krudinák Alajos főszerkesztő vezetésével, aki ugye nem csak arról híres, hogy az izraeli-palesztin konfliktus témakörében számos díjnyertes dokumentumfilmet készített, hanem mikor hazajött Magyarországra, akkor a Panoráma műsorával korszakot teremtett, és a magyar televízióban is korszakot teremtett, úgy, ahogy Kondor Katalin a Magyar Rádióban annak idején. És azt hiszem, hogy ezeknek az embereknek rengeteget köszönhetünk. Egy kicsit a könyvben feldolgozom a Panoráma elleni botrányokat, azt is többek között, hogy Tőkés Lászlóra, miután leadta, illetve interjút adott a Panoráma műsorának, 150 ezer dollár vérdíjat tűzött ki a román szekuritáté a fejére. Tehát sok minden olyan dolgot megpróbáltam felkutatni, ami a körítés, ami a lényeg ezekben a témákban. Én nem is szaporítanám a szót, átadnám Kondor Katalinnak a szót. A könyvről, ha később esetleg lesznek kérdések, szívesen válaszolok rá, gondolom Katalin is, én is. De én szeretném, hogyha Kati szeretnék megkérni, hogy egy kicsit a rendszerváltásról is, ha beszélnél, hogy miként élted ezt meg, miként élted meg az elmúlt 25 évet, és most hogy vagy? Én? Most? Köszönöm szépen, jól. De hallatszik ez így? Eléggé. Csak felállok egy kicsit, mert már annyit ültem. Erről a könyvről szeretnék egy picit beszélni. Egyébként én úgy cseppentem ide most, mint Pilátus a krédóban, mert ugye csak a Péter könyvét akartuk bemutatni, arról szó sem volt, hogy az enyémet is. Részben azért, mert már elfogyott, úgyhogy nehezen tudnék belőle keríteni, bár ahhoz a Kairoszt föl kell hívni, hanem azért, mert ugye úgy volt, hogy Posgai Imre jön, de annyira beteg mostanában már, hogy nem csak ezt, hanem a Százak tanácsába se tud eljönni, tehát egyszerűen nem tudja vállalni. Reméljük, hogy meggyógyul, de ez már egy jó pár hete, vagy inkább hónapja tart. Szóval kollégaként nagy élmény ez a könyv. Nem azért mondom, verekedni is nagyon jól lett vele, mert tekintélyes súlya van, de nem ezért, hanem azért, mert mindig, engem legalábbis mindig nagyon érdekeltek a kollégák könyvei, hogy miről mit gondolnak, ugye ez más műfaj, mintha együtt dolgozik valaki a kollégával rádióban, újságnál, televízióban, hanem mert végül is ugye az életünknek egy nagyon fontos időszaka volt az a változás, ami ugye 1988-89-90-ben a sajtóban is bekövetkezett, és én például nagyon jól emlékszem, hogy én sosem voltam televíziós, csak mint vendég dolgoztam ott, tehát mondjuk a rádiót egy persze se hagytam el. Viszont pont akkor ott sertepert értem, mert nyilván a hetet készítettem, vagy valami ilyesmi lehetett, vagy valamelyik műsort, amikor a Krudinákot levártották. És hát már akkor is ő elég súlyos cukros volt, mind a mai napig, és emlékszem, hogy ott magának adta be az inzulint, mert annyira aljas körülmények között történt ez az egész leváltási ceremónia, hogy akkor még nem annyira, de pár hét múlva, vagy inkább pár hónap múlva, amikor telt múlt az idő, akkor az ember rájött arra, hogy hát itten
a rendszerváltás minden szempontból, még a panoráma megszüntetésére irányuló törekvéseket illetően is egy felülről vezérelt rendszerváltozás volt, és azokat az embereket, akik a felsőbb vezetésbe be voltak kötve, mind a mai napig nagyon jól tudjuk, hogy remek pozíciókhoz juttatták, őnekik nem volt állásgondjuk, mind a mai napig a legtöbb maradt a sajtóban, hát az egész rendszerváltásról természetesen, mint átélőnek, gondolom hasonló véleményem van, mint itt a legtöbb embernek, ez egy felülről levezényelt rendszerváltozás volt, és a sajtóban pedig úgy ment végbe, hogy akikre rábízták, és ezzel kapcsolatban mindjárt mondok valami mást is, azok természetesen azok voltak, akik mindenről előbb értesültek, hogy finoman fogalmazzak, mint a bárki, akár önök, akár a mezei újságírók, mindenről előbb, és ők pontosan tudták akkoriban, vissza lehet keresni ezeket az éveket, a könyvtárakban megvannak a különböző folyóiratok, és akkor abból lehet látni, hogy például azok, akik ma a nagytőkének a legnagyobb kiszolgálói, azok kizárólag reformkommunista köntösben képzelték el a jövőt. Annyira gyávák voltak, hogy nem is merték megírni, szépen adagolták, tehát reformkommunista köntösben. És azóta a jó sorom úgy hozta, hogy a Bíró Zoltán, akinek a neve talán ismerős, az MDF első elnökeként tisztelhetjük meg sok minden miatt, irodalomtörténészi munkássága miatt és stb. Ő kapta meg azt a megbízást, hogy a rendszerváltás történetét kutató intézetet hozza létre. Ő a vezetője is, létre is hozta, ott nagyon érdekes kutatások folynak, és ismerjük egymást régen, fölhívott, és azt mondta, hogy a 1988-89-es rádió műsorokat kizárólag a rendszerváltás történetei szempontjából kellene megnéznem és megkutatni, hogy rendszerváltást illetően mik abban az érdekesek. Hát ugye mondanom sem kell, hogy laza 40 éves voltam én már a rendszerváltás idején, tehát nem voltam fiatal, de hogy mennyire naívak voltunk, egy csomó mindent nem láttunk. Elkezdtem én kutatni, még csak fél évet kutattam meg, mert egyrészt rendkívül, szóval nincsenek földolgozva a rádió műsorok, magyarul 99%-át a műsoroknak föl kell tennem a magnóra, és megnézni, egy tartalomjegyzék nincs mellékelve, tehát itt a könyvtárosok vagy levéltárosok pontosan tudják, hogy ez milyen nagy hiba. És evel nem törődtek, bár a mi időnkben elindult a digitalizáció, de úgy látom, hogy viszonylag megrekedt, bár nem ez a kutatási témám. Nos, tehát nézegetem műsorokat, hallgatgatom, és rájövök, hogy milyen rettenetesen naívak voltunk mi akkor. Két ok miatt. Egyrészt, mert hogy azokat a műsorokat, amelyek valóban fontosak a rendszerváltás története szempontjából, egy és ugyanazon kör készítette, akiket ma úgy hívnék én, hogy álliberálisok. Na most ezek az emberek nyilvánvaló, hogy megkapták a megfelelő helyről a sugást. Én már akkor nagyon foglalkoztatott riporter voltam a Magyar Rádióban. Azt kell mondjam, valami félvezető állásban is, nem emlékszem már, talán a gazdaságpolitikai rovatvezető helyettese voltam 88-ban, nem tudom pontosan, de minden esetre elképesztő, rengeteget dolgoztunk, de elképesztő volt, hogy mennyire nem vettük észre, hogy ez az a kör, amelyik a fontos műsorokat csinálja. Na most, erre egyrészt az jellemző, hogy mindegyik be volt kötve a pártba, hiánytalanul egytől egyik. A műsorok kezdeti, tehát a 88 első feléről beszélünk, hát az esti órákban mentek le, hogy a nép ne legyen túlságosan megzavarodva, tehát a intellektuális rétegnek szánt késő esti órákban. Másrészt mindegyik, amíg beszélt róla, szintén a reformkommunista köntösben képzelte el a rendszerváltást, szigorúan marxista alapon, és még szigorúbban a párt vezető szerepével. Na most, hát ez nagyjából be is következett, hogyha most megnézem a helyzetet. Mégis egy kicsi reményre ad okot az a mindenkori történelmi események vagy történések kapcsán, hogy igen, akkor így képzelték el, de azért a történelem meg az élet mégis egy kicsit másképpen akarta, mert azért mégis az MDF győzött először. Jó, hogy tudjuk, hogy abban is voltak pártagok, de más minőségűek,
voltak. Meg hát sok mindent el lehetne erről mondani, de ezt csak azért mondtam el, hogy mennyire naívak voltunk, hogy ott abban a taposómalomban, ami az ember szívének persze kedves taposómalom volt, nem vette észre, hogy ez a szűk kör, ez a benfentes kör, ez teljes mértékben uralkodott, és egy, hát kimondottan 10 embernél nem volt több, amelyik ezeket a úgynevezett fontos műsorokat csinálta. És hát nagyon-nagyon érdekes dolgokra bukkanok. A szakértők, történészek, politológusok, stb. Kizárólag azok az emberek voltak abban az időben, akik ma is ugyanazon a balliberális vagy álbaloldal, álliberális szintársulathoz tartoznak. Még véletlenül sem szólalt meg egy olyan történész, akinek a szíve Magyarországért és nem a nemzetközi proletáriátizmusért, nem csak hülyéskedek, rajong. Hát majd, hogyha ebből lesz, remélem, egy kiadvány, meg könyv, ott valaki elolvassa a neveket, akkor tökéletesen igazat ad nekem, hogy hát igen, ez egy ilyen meghatározott, kiválasztott szűk kör volt, aki megszólalt a műsorokban, aki készítette, és hát nyilván be voltak kötve oda, ahová be kellett kötni őket. És erről mi azért annak idején mit sem tudtunk. Na most éppen, hogy a Péter könyvében is, itt ahogy mindjárt az elején, viszonylag az elején, hogy Gorbacsov érdemeit mondod, azt mondja, Gorbacsov érdemeit ebben az időben röviden a következőképpen foglalnám össze. Véget vetett a hatalommal szembeni alázatos és beteges magatartásnak, egészséges és konstruktív vitára kényszerítette az embereket, olyan nagy lelkesedést váltott ki az emberekben, amilyen utoljára II. Világháború után volt a Szovjetunióban. Gondolkodásának lényege az volt, hogy szilárd tételekből kell kiindulni, de a döntéseket a valóságnak megfelelően kell meghozni. A külpolitikában az volt a célja, hogy a nyugattal, mindenek előtt az Amerikai Egyesült Államokkal közös biztonsági koncepciót és politikát dolgozzon ki, miközben az országok saját rendszerhez való jogát nem csak szólamokban, hanem ténylegesen elismerik és elfogadják a különbségeket. Felismerte, hogy a szocializmus elméletét és gyakorlatát át kell értékelni. Ugye még ő is teljes mértékben szocialista köntösbe képzelte el ezt az úgynevezett rendszerváltást, tehát azt mondta, amit gondolt, ő is így vélekedett, hogy itt a szocializmust kell megreformálni. Hát tudjuk, hogy ez nem sikerült, mert nem sikerülhetett, de ez egy tényleg becsületes ember volt, ez máig látszik egyébként a mindenféle közreműködéséből, de főleg abból, hogy ő és a nyugat által megkötött szövetséget teljesen egyértelműen Amerika robbantotta fel, bontotta fel, akkor, amikor ugye egy szerződésben vállalt kötelezettség ellenére pofátlanul, hadd mondjam itt azt, a NATO szövetség határát, amit ugye a Németországban húzott meg Gorbacsov és akivel akkor tárgyalt ugye Reagan elnök, azt a nyugat később teljes mértékben átlépte, és ugye elment a valóságos Oroszország határaig, jelenlegi határáig, amiből most egyébként a konfliktusok is jó részt adódnak. Hát nyilván hallották a mai Minszki találkozónak a mai viszonylag sovány eredményét, mármint azt, hogy tűzszünet, aminek valamennyien nagyon örülnénk, csak azt nem tudjuk, hogy betartják-e vagy nem. Szóval nagyon sok ilyen érdekesség van, és olyan történelmi világosan megfogalmazott mondat, amiből az ember tényleg hozzá, szóval sokkal közelebb kerül a rendszerváltásnak elég furcsa időszakához, és sok mindent talán a mai történésekből is megért belőle, ami egyébként nem baj, egyáltalán nem baj. Hát ami az én könyvemet illeti, hát ez ennek csak az a kis rövid története, hogy ugye miután mindenhonnan kidobáltak, akkor azt megelőzően, mikor még nagyon sok dolgom volt, az Új Idők című már csak havonta megjelenő lap főszerkesztője, aki egy nagyon jó újságíró, Vödrös Attilának hívják, és a rendszerváltás első éveiben ugye a Új Magyarországnál, és a még volt a másik, Laci, napi Magyarországnál volt újságíró, és azt megelőzőleg is nagyon rangos munkásságot tudhat magáénak, és ő csinált egy ilyen kis
8 oldalas magállapot, ami végül már 4-re zsugorodott egyébként, de a 120 ezeres nyugdíjából adta ki, meg mit tudom én. És hát az életem egyetlen olyan munkája volt, ahol soha senki semmiben nem szólt bele, az ég egyött a világon, ajánlásképpen se. Ez ugye a rádióban nem feltétlenül volt így, de azért kibírtuk. És állandóan kért engem arra, hogy írjak már, de nagyon sok dolgom volt, és azt nem szeretem. A rádiós munka egyébként is önmagában elaprózottságot is jelent, mert nagyon sok helyre dolgozott az ember, mármint sok típusú műsorban, meg olykor ugye televízióban is, meg másutt. Na, de aztán, amikor mondom, kidobáltak, akkor mondtam, hogy nagyon szívesen írok mindegyik ilyen labba, és lényegében ennek a könyvnek a gerince az akkori írások kiadványa, és nagyon élveztem egyébként, belejöttem, mint kutya az ugatásba, azelőtt nem sokat írt az ember már, mint újságban, mert miért írna ott a rádió, viszont két dolgot élveztem, magát az írás természetesen, a másik meg, hogy végre így alulnézetből nézegethettem a dolgokat, tudnilik, ugye amikor azért az ember már komoly műsorokat csinál a rádióban, ugye krónikát, etc., mindenfélét, hát akkor valahogy ahogy egy politikussal beszélget az ember, az egy kicsit másabb téma, mint mikor szabadon megírok valamit. Annak megvan a külön nyelvezete, mondjuk az Orbán Viktor interjúk nyilván nem mentek le addig a szintig, mint ami ebben a kis könyvben megjelenik, hogy mindenféle, hogy úgy mondjam, háziasszonyokat is idegesítő problémáról is írtam, ami így jártamban, keltemben így vagy olvastam egy csúnya mondatot, vagy jöttem-mentem, és akkor koszos volt az utca, aztán megírtam, hogy egy faluban hogy tettek ilyen szempontból rendet, ahol éppen jártam. Szóval ilyen hétköznapi témák, és ezeket nagyon élveztem, meg ahogy Péter mondta, benne vannak. Nagyon sok helyen kértek, hogy ünnepi beszédeket mondjak, aztán hát hol van nekem mondjuk alkalmam arra, hogy 1956-ról vagy Trianonról elmondjam a véleményemet, hát ilyen helyeken, mert sehol másuk, azt akkor jól elmondtam. Úgyhogy ez nekem nagyon nagy örömet okozott egyébként. És még egyet akartam mondani a Péter könyvéről, hogy remek a címe, mert ugye az a címe, hogy hazugság vizsgálata vagy az igazság ára, viszont én meg úgy gondolom, hogy a cím folyamatos, akarom mondani, hogy hívják ezt, folytatásos regényt ígér, vagy lehetőségét kínálja fel neked, mert a hazugságvizsgálat, avagy az igazság ára az a napjainkban is nagyon érvényes mondás, úgyhogy naponta lehetne az elbaltázott rendszerváltás résztvevőinek a hazugságvizsgálatát elvégezni. Nem tudom, hogy ezek a poligráfnak, vagy hogy hívják, hogy mennyire jól működnek, hát nem annyira, még azt nem találták fel, de úgy gondolom, hogy nem ártana. És mondom, élveztem ezeket az írásokat, és a Döbrentei Kornél is írta az Új Időkbe többször, amikor Ippeg ráért a sok versírás között, és felhívott engem, egyébként jóba vagyunk, már nagyon régen, de felhívott, hogy ezeket az írásokat mindenképpen ki kell adni. Hát én mondtam, hogy nem adom, én nem csinálok én ilyeneket, hagyjon engem békén. Na de aztán addig könyörgött, hogy én nagyon nagy költőnek tartom őt egyébként, amit olyannak, akit csak halála után fognak értékelni, mint általában állunk mindenkit, de zseniális a gondolatai, zseniálisak, és egyszerűen, ahogy ír prózát is, meg verseket is, az én hozzám nagyon közel áll, és akkor beadtam a derekamat, mert a Kairosz vezetője is nagyon kért, hogy mindenféleképpen írjam meg, kell mondjam, hogy amikor a elnökségem megszűnt a rádióba, tehát lejárta a mandátumom, akkor nem egy, nem kettő, és nem is három úgynevezett baloldali kiadó keresett meg, hogy a rádióban a történéseket, hogy mi történt az alatt, a 4 év alatt mindenképpen írjam meg. Hát mondtam, hogy eszem ágába sincs megírni, már csak azért sem, mert még egyszer átélni azt a borzalmat, egyáltalán nem akartam semmilyen tekintetben, szép volt, jó volt, de pontosan a botrányos részére lettek volna kíváncsiak. Azt meg aztán úgy gondoltam, hogy nem kell tényleg, ezt nem kell még egyszer átélnem nekem, azt azért már nem érdemlem. És mondom, akkor megírtam ezt a kis könyvecskét, amiből most szeretnék két részletet
felolvasni, csak azért, hogy érzékeljék annak a hangulatából, hogy tényleg ilyen jókedvűen írtam ezt a könyvet, szóval örültem, hogy ilyen szabadon azt írhatok, amit akarok. Az első annak a gondnak a egészen felerősödése miatt született, hogy jelenlegi pártunk és kormányunk az elég furcsa káderpolitikát folytat, vagy folytatott már 12-ben is, amikor elkezdtem írni ezt a könyvecskét. Mondok egy példát, szóval jogállamban azért nem nagyon szép dolog, ám bátor, maga az intézkedés az teljes mértékben érthető volt, amikor emlékeznek a bíráknak és a igazságszolgáltatásban dolgozó embereknek, akiknek addig 70 év volt a nyugdíjkorhatáruk. Úgy döntött a kormány, hogy 62 évre, ugyanúgy akkor még 62, most már ugye 65-re leszállítja. És én úgy gondolom, de nem csak én gondolom így, hanem minden joghoz ragaszkodó ember, hogy visszamenőleges hatályú intézkedést egy jogállamban nem illik tenni. Még akkor se, ha mögötte az volt, hogy tényleg hihetetlen módon az 50-es évekbeli akkor kezdő, és hát hadd ne mondjam, hogy honnan jött bírák és ügyészek, és mit tudom én, kik is még a bíróság berkein belül voltak, és azért 25 évvel a rendszerváltás után, vagy mit tudom én, akkor még csak 23 volt, ez nem szép dolog. Ezt látjuk ma az ítélkedési gyakorlatból, hogy bizony elég furcsa dolgok is előjönnek, meg sok mindent el lehet szabotálni. Szóval nem árt egy kis frissítés az igazságszolgáltatásban sem, de ha viszont abba gondolok bele, hogy ugye a fürdővízzel természetesen a gyereket is ki lehet önteni, hiszen olyanokat is nyugdíjba tettek, akik abszolút beleilletek a rendszerváltás utáni elképzelésekbe, hogy finoman fogalmazzak, és ezek az emberek, mondok egy példát, valaki mondjuk, miután hát tudjuk, hogy milyen a lakáshelyzet és a fiatalok helyzete, a gyerekének a lakástörlesztő részleteit átvállalta, hogy addig, ameddig dolgozik a igazságszolgáltatásban, addig azért tudja fizetni, mert a gyerekek olyan keveset keresnek, hogy családot se tudnak alapítani, és akkor evel segíti. Na most, ha viszont nyugdíjazták, soha többet nem tudja segíteni, mert ezekből a fantasztikus nyugdíjakból, amit kapunk, hát abból nem nagyon telik arra, hogy a gyereket az ember segítse a többségnek, mert van, akinek arra is telik. És akkor ezt megírtam, és azóta sajnos nem változott a dolog, mert ha azt nézem, hogy a néhány közgazdász barátom, itt miután televíziók is vannak, nem mondok neveket, nehogy szegények csalódjanak bennem, hogy elmondom a történetüket, hogy mondjuk ilyen velünk egyidős közgazdászok, tehát így 60 fölött vannak már, viszont nagyon nevesek és ismertek, és a munkájuk sem nélkülözhető, és 30 éves főnökeik vannak bizonyos munkahelyeken, mondjuk minisztériumokban, vagy hivatalokban, ami elvileg nem baj, de úgy baj, ha azt mondja, hogy nagyon jóra való fiatalok, de semmihez nem értenek az ég egyadt a világon, és mégis papíron legalábbis, mint külsős bedolgozóknak, ők a főnökeik. És nagyon könnyű azt elképzelni, teljesen mindegy, hogy az ember asztalos vagy éppen tudományos kutató, hogy az életben dolgokat legfeljebb csak néhány zseninek sikerül megspórolni, mert egyébként nem lehet. Vezetői tapasztalatot nem lehet 20 évesen szerezni, mert akkor nem az a dolga az embernek. Ugyanígy elmondhatnám, hogy mi minden nem lehet még 20-30 évesen szerezni, illetve kinevezést lehet szerezni, csak éppen az olyan is lesz. Néhány elmúlt időszakban, vagy közelmúltban történt esemény erre rá is világított, hogy kénytelenek voltak ugye ezt-azt-amaszt leváltani, vagy valami nem létezik. Szóval 25 éves korban nem létezik jó főnök, mert át se lát mondjuk egy vállalati működést. Ezt gondolom, hogy nem kell tovább ragoznom, de ha visszanézzük, vagy végignézzünk a történelmen, egészen Egyiptomig, ameddig végig látunk, mert azelőtt is voltak már emberek, csak onnan kevés dolog maradt meg, akkor ugye az ember pontosan érzékeli azt, hogy nem véletlenül volt Kínában, Egyiptomban, a rómaiaknál bölcsek tanácsa, meg vének tanácsa, meg mikor, hogy hívták. Az élet úgy szép, ha a teljes korosztályi spektrum az
benne van az életbe, és akkor történelmileg is, meg minden szempontból, korosztályokat illetően is folyamatosan épül fel minden egy szervezet, maga az élet. Hát ez egy örök törvény szerintem. És akkor ugye ezeket a dolgokat megírkáltam, és a kezemre játszott az, hogy a barátaim mindenféle butaságot és vicces dolgot is elküldenek interneten, csak győzze az ember megemészteni, meg kitörölni, meg elolvasni, meg minden. És egy nagyon-nagyon édes történetet kaptam, hogy azt felolvasnám. Az utolsó mondata a normál cikkből az, hogy hosszan lehetne még rágódni a nyugdíjazások és a kinevezések nagyport kavart témáján, de helyette egy tanmesét ajánlok a hirtelenkedők figyelmébe. Ez így szól. Egy öreg úr egyszer elhatározza, hogy elmegy Afrikába szafarira. Magával viszi öreg kutyáját, hogy társasága legyen. A kutya egy nap addig kergeti a pillangókat, míg azt veszi észre, hogy eltévedt. Bóklászik erre arra, hogy megtalálja az utat, egyszer csak látja, hogy egy leopárd rohan feléje, láthatóan azért, hogy megegye. Az öreg kutya azt gondolja, jaj, most aztán igazán bajban vagyok. Észrevesz azonban a közelében néhány csontmaradványt valami dögből, gyorsan elkezdi rágni a csontokat, hátat fordítva a közeledő leopárdnak. Amikor az már majdnem ráugrik, a vén kutya felkiált, ez a leopárd igazán finom volt, vajon találok-e még egyet? Ezt halván a leopárd az utolsó pillanatban visszafogja az ugrást, rémülettel néz a kutyára, és gyorsan elhordja az irháját. Hú, sóhajt a leopárd, ez meleg volt, ez a vén kutya majdnem elkapott. Közben egy öreg majom, aki végignézte az egész jelenetet egy faágról, arra gondol, hogy hasznot húzhat abból, amit tud, és kialkuthat valami védelmet a leopárdnál. Utána iramodik, de az öreg kutya, amikor látja teljes sebességgel a leopárd után futni, a majmot rájön, hogy valami ravasság történik. A majom utoléri a leopárdot, elárulja neki a kutya cselét, és alkut ajánl. Az ifjú leopárd feldühödik, hogy rászedték. Ide gyere, majom, ugorja hátamra, és meglátod, hogy jár, aki be akar csapni. Az öreg kutya látja az ismét feléje rohanó leopárdot a majommal a hátán, és nyugtalankodik. Na most mit csináljak? Ám menekülés helyett újra leül, háttal a támadóknak, és ismét úgy tesz, mintha nem is látta volna őket. Mihelyt halló távolságba érnek, felkiált. Hol van már az a hülye majom? Már egy órája elküldtem, hogy hozzon nekem egy másik leopárdot. Ugye hát tanulság, soha se nevest ki és becsüld le az időseket, a kor és a finesz végül mindig legyőzi az erőt és a fiatalságot, a szellem és a ravasság csak a korral és tapasztalattal nő meg. Na hát így szólt ezek is anekdótás történet, és azt gondolom, hogy nagyon megszívlelendő és nagyon jó pofa. És a másik, az viszont, hát ugye itten hárman vagyunk, többet nem ismerek, biztos van más is újságírók, mindnyájan már ugye sok mindent megéltünk ebben a szakmában, és hát sokszor, különösen ugye az úgynevezett átkos időszakban találkoztunk a hatalom packázásaival, és egyáltalán hát avval, hogy az embernek mindig megmondják, vagy valaki mindig meg akarja mondani, hogy mit csináljon. És ebben a kis írásban a rossz kedvünk teléről írtam, mert hogy annyira hazugság áradatban fuldokoltunk akkor is, hogy megjelent egy közvéleménykutatás ilyen európai népekről, és akkor kiderült, hogy Magyarországon az emberek 80%-a pesszimistán ítéli meg saját életkilátásait, ez 2012. januárban volt, és a gazdasági helyzetét, és azok a szociológusok, akik ezt a kutatást elemezték, azt állították, hogy ilyen arányok, ilyen rossz arányok bizony még nem voltak. Én nekem zárójeles megjegyzésem, hogy ez most is így van, de azért, mert elfáradtunk egy kicsit. Szóval ez a 25 évnek ez a nagyon gyors változásai, sokszor nagyon nagy igazságtalanságai, megfélemlítései, tehát most nem arra gondolok, hogy a hatalom megfélemlített bennünket, erről is volt példa 2006-ban, hanem egyáltalán az egzisztenciális félelmek, azok annyira rányomták az emberek lelkületére a bélyegét, hogy bizony valószínű, hogy ez a szociológiai kutatás végül is a számokat illetően igaz volt. És akkor erről elmélkedtem ottan, hogy
hogy végül is mitől legyenek bizakodók az emberek, amikor azt látják, hogy a válságot ugyanazok okozták, akik ugye meg akarják javítani, hát ez pedig azért többnyire nem szokott sikerülni, meg akik mérhetetlen kapzsiságukkal bebizonyították, hogy hogy lehet szétlopni ezt az országot. Tehát nem csodálkozik az ember ezen a pesszimizmuson, és hát a jókedvünket se lehet csak úgy leakasztani a szegről, ahhoz lelki alkat is kell, meg jó lenne, ha egy kicsit több humorral élnénk, ilyen bölcsességeket bírtam ebbe beleírni, de minden esetre hitet is emlegettem, amit felülről kap az ember és az ajándék, és a humorra viszont rá lehet szokni, szóval nem lehet humorosan születni, de humorérzéket azt fel lehet szedni, és ehhez is hozzá, vagy megpróbáltam hozzájárulni egy tanmesével, amit egyébként ugyancsak nem az én szellemi termékem, hanem ugyancsak a barátaim 200 évvel ezelőtt küldtek el interneten, csak eltettem, mert annyira jó pofa. És hát bizony, mint a végén valószínű önöknek is, de én már az elején mondom, hogy teljes mértékben ez a véleményem. Ez így szól ez a kis történet, hogy egy férfi eltéved a hőlégballonjával, és tanácstalanságában lekiállt a földre egy arra sétáló hölgynek. Elnézést kérek, hölgyem, tudna segíteni nekem? Utat tévesztettem, és azt sem tudom, hol vagyok. A nő így válaszol. Ön egy hőlégballonban van, a földtől mintegy 10 méternyire, az északi szélesség 40. a nyugati hosszúság 50. foka között. Na hát, maga biztosan mérnök, találgat a férfi. Az vagyok, feleli a nő, de honnan tudja? A hőlégballonos a következőt válaszolja. Amit nekem mondott, az technikailag nyilván korrekt, de fogalmam sincs, mit kezdjek vele, mert még mindig nem tudom, hogy hol vagyok. Mire a nő? Maga pedig szerintem politikus. Igen, feleli a férfi, de ezt miből gondolja? Nos, hangzik a válasz, mert maga nem tudja, hol van, és azt sem tudja, miképpen érje el a célját. Jelenlegi pozíciójába a széljárás sodorta. Olyan ígéretet tett, amiről fogalma sincs, hogyan fogja betartani. Maga úgy érzi, fenn van, és az alatta lévő emberektől várja, hogy megoldják az ön problémáit. Valójában éppen abban a helyzetben van, mint mielőtt találkoztunk, de állítása szerint most már én is tehetek róla. Hát ennyi a kis anekdóta, és így kívántam a kedves olvasónak reményekkel teli új esztendőt, mert ez január 2. kiírás, csak még 2012-ben. Úgyhogy tényleg ezt az egész vircsaptot, ami van, csak humorral lehet kibírni szerintem. Így állunk. Köszönöm szépen, és hát folytatnám ezt a humoros történet dolgot, mielőtt egy három dolgot szeretnék elmondani, de előtte egy viccet. Idősebb bácsi a háború után, második világháború után följön Budapestre, ugye, és hát elmegy a Ferenc József hídra, és kérdezi, hogy te is mondani, melyik a Ferenc József híd? Azt mondja, oda megy a rendőr hozzá, azt mondja, hogy ez már nem Ferenc József híd, a Szabadság híd. Na, tűnjen innen, mert beviszem. Bácsik elsonfordál, elmegy az Andrássy útra. Tessék, ez van még az Andrássy út? Oda megy a rendőr, azt mondja, nem kérem, ez már Sztálin út. Na, hordj el magát, mert beviszem. Bárantában az öreg bácsi kijön a Dunapartra, oda megy hozzá a rendőr, azt mondja, mit csinál itt bácsi? Ha, csak nézeketem a Volgát. Tehát, valahogy a rendszerváltás is egy ilyen hangulatba kerültünk bele 1989 után, és talán három dolgot említenék itt meg, az, hogy mennyire bírjuk ezt egészségileg, mennyiben bírjuk ezt lelkileg, ez mindenkinek a saját vérmérsékletéről és egészségétől függ, nem csak a politikai beállítottságától. És ahogy ez a könyv is készült, ebben nem csak ugye tragédiák, meg szomorú dolgok vannak, hanem azért nagyon nemes dolgok, amire nagyon szívesen emlékszem vissza. Tehát ennek a könyvnek az elkészülte segített ahhoz például, hogy Csütő Andrással megismerkedhettem. A dátum sem akármilyen, 1989. december 22-e, akkor éppen beteg volt Csütő András, elmentünk a házához, ugye, és kivitték őt 11:30-kor a Marosvásárhely főterére, hogy beszédet mondjon 39,5 fokos lázzal, és ez borzasztó, csodálatos dolog volt, akkor vittük éppen én felvidéki vagyok, és a Komáromi Magyar Területi Színháznak az autóbuszával vittük a segélycsomagokat Erdélybe, Kolozsvárra, Marosvásárhelyre, Temesvárra, és hát akkor már keményen
folytak a Tőkés László elleni dolgok, csak hát nem tudtuk, hogy mi lesz a végkifejlete. Hazajöttünk és láttuk, hogy 26-án kivégezték a Ceausescu házaspárt. Tehát, és ez a kapcsolat, ez az első interjú a haláláig tartott 2006-ig Sütő Andrással, úgyhogy ez egy csodálatos történet. Vagy a könyvben szereplő interjúk, vagy riportok segíthetnek bizonyos dolgok megoldásában, például a kolozsvári Bábes Bolya Egyetemnek a két tanárára emlékeznek, még Kovács Leherre és Hanc Péterre, akik ugye több munkaügyi, bírósági pert megnyertek az egyetem ellen, ugye ők voltak azok, akik a multinacionális, kvázi multinacionális egyetemnek a falára kétnyelvű táblákat próbáltak kifüggeszteni, azt levették, összetörték, őket pedig bíróság elé állították, és hát annak köszönhetően Hanc Péter mind a mai napig 9 munkaügyi bírósági pert nyert, meg többek között annak köszönhetően, hogy elmentünk Strasbourgba, Brüsszelbe, Frankfurtba, Hamburgba, tehát külföldön több nyelvű, 3-4 nyelvű sajtótájékoztatókat tartottunk Péterék és Lehelék mellett, és egy picikét zsarolási pozícióba kerültünk az egyetemmel szemben, így sikerült többek között hozzájárulni ahhoz, hogy a két egyetemi tanár 9 munkaügyi pert megnyert az egyetem ellen. A másik, amit szerette volna mondani, az, hogy én határon túli magyarként mindig történelmi Magyarországban gondolkodtam. Tehát ez a könyv is úgy született, hogy addig nem írtam meg, és addig nem adtuk ki a könyvet, amíg a határon túli magyar rendszerváltásnak a története nincs benne. Tehát, hogyha én történelmi, már pedig egy becsületes, tisztességes magyar ember, gondolkozom mindig történelmi Magyarországban. Nem csak az állampolgárság véget, politikai széljárásoktól függetlenül ez a lelkünkben kell, hogy megteremtődjön, az, hogy a magyar nemzet egy és oszthatatlan, nem Trianon óta, nem, amióta a magyarság létezik, azóta. Tehát én mindig történelmi Magyarországban gondolkodtam, a könyv koncepcióját is így dolgoztam ki, ahogy említettem, tehát Vajdaság, Kárpátalja, Erdély, Felvidék, Muravidék és az Őrvidék. Tehát csak így tudunk együttesen gondolkodni, csak így tudunk együttesen az autonómiáról, az állampolgárságról és a határokon átívelő együttműködésről gondolkodni és azokat megvalósítani. És a harmadik pedig valóban Katalin említette a 2006-ot, ezt elfelejtettem mondani, hogy szerepel a könyvben egy tudósítás a 2006. október 23-ai budapesti vérengzésről, és én ott voltam éppen Kőszegi László operatőr kollégámat tőlem 4 méter előtték gumilövedékkel, délután 3:30-kor a Bajcsy-Zsilinszky út és a Deák tér találkozásánál. Ott hallottuk először, hogy a szerb lovasrendőrök nem értették meg a bolgár lovasrendőröknek a szövegét, akiket hát ugye annak idején a Gyurcsán dinasztia hívott be, mert tudta, hogy a magyar rendőrök nem lesznek elegek szétverni az 50 éves évfordulót. Úgyhogy ennek ugye komoly következménye lettek, én bemutatom a Balsa Istvánnak azt a könyvét, amely ezekről az atrocitásokról szól. Illetve a harmadik dolog pedig az, hogy foglalkozom nagyon keményen a Benes dekrétumokkal. Ezt azért teszem, mert mindenki előhozza a témát nálunk is, a Felvidéken, Magyarországon is, de nem történik az ügyben semmi. Feldolgoztam azokat a pereket, amelyeket a például prágai cseh arisztokraták, illetve annak az úrnak a lánya, Monika Oppenheim, aki a Hitler elleni merényletben részt vett és kivégezték a németek, a nácik, 16 pert nyert meg a cseh állam ellen a Benes dekrétumok tekintetében. Tehát, hogyha ezeket, hogy Isten igazából feldolgozzuk, és ennek a jogi alapját megteremtjük, akár Magyarországon, akár a Felvidéken, akkor több pert megnyerhetünk az állam ellen. Tehát nem csak a kárpótlásról van itt szó, hanem különböző ingatlanok, ingóságoknak a visszaszolgáltatásáról, és hát anyagi kárpótlásról is természetesen. Úgyhogy se az állampolgárságról, sem a Benes dekrétumokról nem kényes dolog beszélni, ma nincs, amiről kényes dolog beszélni. Egy újságíró számára nyilván borzasztó nehéz az, hogyha az igazságot kutatja, nem biztos, hogy utána kap munkát. Ebben sok öröm, sok szép dolog van ebben a szakmában, pláne, hogyha az ember az igazságot kutatja, de sok olyan atrocitás is, ami a mellőzést és a diszkriminálást hozza magával. Most ezt vállalnunk kell, ezt valaki vagy bírja idegekkel, idegrendszerrel, pénzzel és így tovább, vagy nem bírja. Ezt vállalni kell, vagy abba kell hagyni az újságírói szakmát. Most én azt hiszem, hogy
Az igazságot kutató újságírókra mindig szükség lesz. Ma nagyon kevés van ilyen. Magyarországon is és a határon túli Magyarország körében is. Nagyon kevés van ilyen. És még egy dolog, amit szintén kihagytam, az elejétől a végéig feldolgoztam például többek között Marina Hedvig ügyét, azt hiszem hallottak róla, nem ismeretlen a név önök számára. Mind a mai napig bírósági eljárás folyik, 8 év után a megveretését követően 8 év után is, és még őt akarják vádlottnak kikiáltani. Tehát végig, benne van egy Marina Hedvig interjú, és végigkövetem az ő kálváriáját. És hát nyilván talán emlékeznek a temerini fiúkra, akik öten összesen 61 év börtönt kaptak azért, mert egy narkós szerb srácot megvertek, aki provokált őket, fogdosta a barátnőjüket, és hát lebüdös magyarozta őket, és még a szerb törvények szerint is, tehát törvénytelen volt ez a bírósági ítélet, több próbálkozás volt nemzetközi szinten, szerbiai, magyarországi szinten is. Sikerült bemennünk a temerini börtönbe annak idején, és riportot készíteni kettőjükkel. Hát minket is bevittek az operatőrömmel a rendőrösre, meg akarták kapni a kazettát, csak akkor az már régen a M5-ös autópályán utazott a kazetta, amikor mi még ott csakkoztunk, meg kezet nyomtunk a rendőrökkel, reggel elengedtek bennünket, mert Belgrádtól erre nem kapunk engedélyt. Viszont azóta két srác, hát nyilván nem a mi riportunknak köszönhetően, de talán ez is közrejátszott, de nem hiszem abban, hogy amnestiával szabadultak 2013. november 30-án, és a másik három srác talán jövőre, vagy idén azt mondják, hogy 2015 őszén talán amnestiával, tehát feltételesen szabadulhat, nem is amnestiával, mert az amnestinek... Igen. Tehát betegség is volt ott. Nem engedtek, a látogatáson nem engedték őket magyarul beszélni a szüleikkel, hozzátartozóikkal. Interjút készítettünk a szüleikkel is, szóval rettenetes egy helyzet. Tehát tulajdonképpen a magyar verésekkel összefüggésben készítettük ezt a riportot. Annak idején egy filmet készítettem erről 2006-2008-2009-ben a Duna TV-nek, és ebből csináltam egy ilyen szerkesztett változatot a könyvbe. Talán ennyi röviden, nem tudom, Kati, van még neked valami mondani valód esetleg ezzel kapcsolatban. Ha nincs, akkor azt beszéltük Katalinnal, hogy egy könyvbemutató az előadók részéről ne legyen több, mint egy óra, úgyhogy ez egy óra letelt. Én arra kérem önöket, hogyha van valami kérdésük, vagy bármi, inkább kérdés, mint hozzászólás, de akár vita, megszűnt a diktatúra, úgyhogy mindenki elmondhatja a véleményét. Megpróbálunk a kérdésekre őszintén és korrektül válaszolni. Ha nem tudunk rá válaszolni, azt is korrektül bevalljuk, de azt hiszem, hogy fogunk tudni. Ha valakinek van kérdése, tessék feltenni, és akkor megválaszoljuk. Tessék, parancsolj. Igen, érintőlegesen a 102 éves Tamás Ilonka néni kérdezte a hölgy, aki szintén felvette a magyar állampolgárságot 99 éves korában, és érintőlegesen érintem őket is, nyilvánvaló, akik felvették a magyar állampolgárságot, hát sokan vették fel, van, aki titokban, van, aki aztán ebből megpróbált politikai tőkét kovácsolni, nyilván nem az Ilonka néni. Tehát ez egy borzasztó jelenség, hogy egy olyan tanító nénire, aki 46 évet letöltött a tanítói, a pedagógusi pályán, a kutya nem vette észre, hogy 46 évig tanított, csak esetleg a kisfalucskájába. Most a félvilág ismeri, mert felvette a magyar állampolgárságot. Én ezt a jelenséget tartom tragikusnak. Viszont hát őt nem zaklatják. Ők nem zaklatják egyenlőre, mert tudják, hogy idős, és ezt már a szlovák rendőrség sem meri megcsinálni, hogy most esetleg abba halljon bele, hogy vagy abból legyen valami tragédia, hogy ők zaklatják. Úgyhogy egyelőre a lányával megvan, ide-oda hívják őt előadást tartani, ahova tud. Igen, az egyik lánya meghalt. Persze, ez benne volt a pakliba, hisz ez egy olyan ideg munka volt, ami rettenetes volt. Tehát őket megfenyegették, jártak oda a házukhoz, mindent, tehát Rémaszombatba, úgyhogy nagyon kemény dolog volt, de most már úgy néz ki, hogy békén hagyják őket, úgyhogy... Egyébként itt van a Bihari Anti, ugye a városban működő egyik televíziónak a főnök, és a Szent István díjnak, ugye
megalapítója, és ott kapott a Ilonka néni, és egyszerűen elképesztő, hogy milyen szellemi állapotban van, hogy pontosan fogalmaz, hajszál pontosan, gyönyörűen beszél magyarul, és tartalmilag meg teljes mértékben helyén való, szóval ünnepi beszédet fejből csak úgy mondja. Tehát tényleg egy kis csodálatos kis teremtés. Így van. Tessék. Hát úgy sorolhatjuk bele, ugye, hogy végül is mindig magas pozícióban volt a magyar politikai életben, és most, hogy amit említettem, hogy ezt a kutatást csinálom, nagyon sokszor megnyilvánult, és azt kell mondjam, hogy az összes politikai vezetővel összehasonlítva, akik ugye a rádió műsorokban megszólaltak, Nyers Rezsőtől kezdve tulajdonképpen Németh Miklósig, ugye akkor mindenki, a legőszintébb, legtisztább, legnormálisabb gondolatokat mindig a Pozsgai mondja ki, mindenféle ilyen skrupulussal, ilyen fenntartás nélkül, nem óvatoskodott ő már akkor. Kérdezgettek tőle időnként, mert volt néhány nemzetközi sajtótájékoztató ilyen-olyan-amolyan esemény kapcsán, és akkor ugye a nyugati újságíróktól kapott egy csomó kemény kérdést is, idézőjeles kemény kérdést a többpártrendszerről, ami akkor még ugye nem volt, a szakszervezeteknek a későbbi útjáról, hogy hogy képzelik, és amíg mások olyan óvatoskodó válaszokat adtak Grosztól kezdve akárkiig, hogy mit tudom én, megnézzük, megfontoljuk, ugye amit említettem, pártvezető szerepe, ő mondjuk kimondott olyan dolgokat, hogy nem, ő a több pártrendszer híve. Ilyenkor a sandaság is van, akiből megszólal, hogy ő vele mondatták ki, mert ennek is biztos van jelentősége, mondjuk egy Szovjetunió szemszögéből nézve, hogy ki mondja ki, nyilván nem az aktuális miniszterelnök, aki akkor ugye Grósz Károly volt, hanem esetleg a Pozsgai, de ahogy én nőtt azóta is megismertem, egy rendkívül képzett, és az esze nagyon a helyén van, tehát abszolút való politikusnak tulajdonképpen, azt hiszem, az ilyenre mondják. Pozsgai Imre az egyetlen, akit a magyar közvélemény, hogy Isten igazából elfogad, mint nemzeti gondolkodású MSZMP tagot. Én 89 áprilisában ismerkedtem vele meg, mikor kezdődtek még előkészületek a nemzeti kerekasztal tárgyalásra. Azóta jó barátságban vagyunk. Ez a felülről irányítás, ez úgy is értendő, hogy a politikai elit megegyezése által történt a rendszerváltás. Tehát a népet, a közmegegyezés nem volt, a népet kirekesztették a rendszerváltásból. A politikai szereplők teljesen mindegy, hogy a alulról építkező párt, vagy a kommunista párt, az MSZMP vagy MSZP-nek a tárgyalásai során történt ez a rendszerváltás. Így is felülről irányított volt, mert csak a politikai elit egyezett meg. Lásd, MDF, SDS, paktum, ami az egész egy zsarolás, egy hazugság volt. Pozsgai Imre viszont valóban a legtisztességesebb ember volt. Ő nem belülről akarta a kommunizmus megreformálni. Ő nem értett egyet Gorbacsovval azzal, hogy a kommunizmus kell megreformálni és azt vinni tovább. Ő kiment a soproni határa és megmondta 88. októberében, hogy a vasfüggönyt le kell bontani. A Magyar Rádió 168 című műsorában azt mondta 89. január 28-án, hogy 56 népfelkelés volt. Ezt nem Grósz, nem Kádár és senki nem mondatta vele. Ő egyszerűen önvizsgálatot tartott, mint kommunista párt tagja, mint MSZMP tag. Önvizsgálatot tartott és azt mondta, hogy nem hazudhatjuk el, ha rendszert akarunk váltani, 56 megkerülhetetlen.
Ő ezt vallotta, és ezt végigvitte. Többek között Pozsgai Imrének köszönhető az, hogy a rendszerváltás vér nélkül folyt Magyarországon. Most ezt ne vitassuk, hogy mennyire jó vagy mennyire rossz ez, senki nem szereti a vérontást. Van, akinek az a vélemény, hogy forradalmat, tetszettek volna forradalmat csinálni, vérrel vagy vér nélkül. Nyilván ez vitatható, viszont Pozsgai Imre képviselte többek között az MSZMP-t a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásokon. Rettenetes komoly vitái voltak már akkor Kövér Lászlóval, Orbán Viktorral, Antal Józseffel. Ezért ennek a következménye volt aztán, hogy nem lett ugye köztársasági elnök, a négyigenes népszavazás, mondhatnánk, sorolhatnánk, ahogy őt kinyírták. A négyigenes népszavazás az éppen november 26-án volt 89-ben, Pozsgai Imre születésnapján. Tehát mindig ezzel poénkodik, hogy még ezt is megcsinálták vele, hogy juss el lehessen köztársasági elnök. Jó, ez egy szerencsés véletlen, vagy biztos, hogy nem tudatos dolog. Tehát Pozsgai Imrét így kell értékelni, tehát a fölülről irányítást pedig nemhogy az MSZMP irányította, mert ugye az MSZMP 11%-ot kapott csak a 90-es választásokon, de az, hogy a politikai elit egyezett meg. Hát már így. 87-ben elkezdődtek ezek, nem csak a könyvben is rengeteg minden van, de bocs, még csak annyit akartam mondani, hogy hát 87-ben például már a Komcsik teljes mértékben eladták a vidéki sajtót, tehát a 19, aztán később már csak ugye 18 megyei napilapot az Axel Springernek, ha jól emlékszem, de tök mindegy, valamik ilyen multinak, és a lényeg az, hogy benne van a paktumban, hogy a lapok irányultsága nem változhat, a személyi összetétele nem változhat, természetesen halál esetén föl lehet venni a havernek a gyerekét, de ezt lekötötték, mert azért azt tudni kell, hogy, és gondolom, hogy nagyon sokan tudják, hogy a megyei napilapok mindegyike az egy mini népszabadság volt. És a vicc abban, hogy valóban így történt, azóta se változott a személyi összetétele, és mikor a Fidesz először hatalmon volt, 98 és 2000 között, azt hiszem 2002 között, 2000-ben, azt hiszem, hogy ugye már akkor 10-valahány évvel, 1-2 évvel a úgynevezett rendszerváltás után, az eladás után meg vagy 15, Kósa Lajosnak jutott eszébe az, hogy csinált Debrecenben egy lapot, két heti lapot a úgynevezett jobb oldalnak, ami hát egy jópofa dolog, de hát nagyon jól tudja mindenki, hogy napilappal csak napilap versenyezhet, és egy ilyen kis ingyenes, kéthetenként megjelenő kiadvány azt nem tudja fölvenni a versenyt. Későn kapott észbe a jobb oldal teljes mértékben ahhoz, hogy kialakítsa a saját médiabirodalmát, mind a mai napig hihetetlen nagy aránytalanságok jellemzik. Tehát mondotta az Orbán Viktor is olyan butaságot már, hogy hát az arányok azért helyreálltak, mert ugye két napi lap itt, két napi lapot, nem erről van szó. Ez persze, a napi lapokat illetően ez igazság, ezt nem lehet megcáfolni, tehát a politikai napi lapokat illetően. De egyrészt, amit az előbb mondtam a vidéki, tehát a megyei napi lapokról, ami még mindig él, ellenlábas nincs, de nem erre gondolok ilyenkor sosem főképp, hanem ha megállnak egy újságos előtt, vagy az interneten böngésznek, az összes, szinte az összes internetes portál az úgynevezett baloldali kézben van, azon kívül pedig a lapok, amelyeket, mert napilapot egy csomó ember nem olvas, ellenben olvasnak a nők lapját, divatlapokat, bulvárlapokat, mindenféléket, de a tudományos lapok 90%-a is baloldali kézben van, tehát azoknak a folyóiratoknak, amelyek ilyen-olyan, amolyan, mondjuk filozófiai vitákat lefolytatnak meg egyebek, ami tragikus, és főképp a tömeg szempontjából, mert a bulvár az Magyarországon mind a televízió műsorok tekintetében, mind pedig az újságokat illetően mindent visz. És nem jutott eszébe a jobb oldalnak, hogy mondjuk csináljon egy mérsékelt bulvárt szellemesen, mert bulvárból is lehet ízléseset csinálni, ha nehéz is. De hát az nem jött össze. Úgyhogy aki azt mondja, hogy itt az arányok azok helyreállnak, az nincs magánál, vagy annyira nem ismeri a lap szerkezetét, vagy a lapoknak a tulajdonosait, meg egyáltalán, hogy ezek hogy osztanak meg. Csak úgy egy példát mondjak, hogy mennyire kellene gondolkodni ezen a dolgon. Ugye volt vagy van, nem tudom, mert én sose láttam, csak tudok róla, ez a Heti Hetes című műsor. Na most vegyünk mondjuk egy nők lapját, amiben ha maguk visszalapoznak
az elmúlt tizenakárhány évre ott, Kovács Ákoson kívül, aki véletlenül valahogy egy ilyen kis rövid cikkel a múltkoriban bekerült, sőt, amikor a koncertje volt, talán még címlap is volt belőle, de erre nem esküdnék meg. Ott a úgynevezett jobb oldalhoz, konzervatívabb oldalhoz köthető embert véletlenül nem látnak. Se képpel, se hanggal, se riportban, semmit, még véletlenül se. Na most milyen a mechanizmus, milyen a lélek, az emberi lélek, ugye? Nézi ezeket a bulvárlapokat, mondjuk nézi a Nőklapját, ami régen nem volt bulvár, most már szerintem teljesen elbulvárosodott, és akkor látja mondjuk XY-t, aki egy ilyen celeb, avval csinálnak egy ilyen nagy interjút, és akkor olvassa, hogy hú, milyen rendes ember, itt is van a képen, itt a családja körében vacsorál éppen, ott van a kutya, milyen helyes kis kutya, ez a, kiderül a cikkből, hogy a feleségét severi, a gyereket severi, a kutyát severi, hát ez egy ennyire rendes család. Másnap ugyanaz az ember, vagy harmadnap tök, mindegy, megjelenik az úgynevezett heti hetesben mondjuk, és teli torokkal szídja természetesen a jobb oldalt, mert abban a műsorban ez így szokás, és ha már látott valaki ilyet, akkor gondolom, hogy a stílustól se nincsen elájulva. És akkor így eszébe jut az árukapcsolás szempontjából is fontos kis mozzanat, hogy hát ez, én ezt tegnap így olvastam erről egy riportot, ez nem veri a feleségét, nem veri a kutyáját, a gyereket se pofozza, hát biztos, hogy igazakat mond itt is. Így működik. Ezek a dolgok, ezek így működnek. És hát bizony beszélhetnénk még sokat a sajtóról, de talán felesleges, mert most nem ez a témánk, de éppen az imént beszélgettünk itt egy picit arról is, hogy én elképedek, amikor retro csatornát csinál a aktuális kormány. Szinte hihetetlen, hogy ekkora bakival valaki képes működni. Nem az a bajom, hogy megismételnek régi filmeket, jöhetne Csüstül és jöjjön is, mert szenzációs régi filmjeink vannak egyébként a 60-as, 70-es, 80-as évekből is, amik tulajdonképpen, amiket nagyon sok mindenki nem látott. Nem az a baj, hogy néhány régi televíziós kabaré műsort megismételnek, mert akkor még volt igazi írott kabaré. Ma ugye van ez a stand-up, kiáll valaki és dől belőle a hülyeség, még ha nagyon jó pofa is, akkor is a dolog meglehetősen egysíkú, mert bizony a színpadot arra találták ki, hogy ott jelenetek legyenek, és társasjáték legyen, és nagyon jól megírt jelenetek voltak régen. De hogy ezt ömlesztve mindenféle magyarázat és mindenféle körítés, vagy nagyon szép összekötő szöveg nélkül ránk ömlesztik, hogy reggeltől másnap reggelig ez van, ennek az a következménye, hogy járok kellek az országba, és mondják, hogy hű, beszeg a Kádár korszakban milyen jó volt a kultúra. Mert ezt nézik, mert a aktuális M1-et meg M2-t meg hiába nézik, mert ott a hülye amerikai sorozatok mennek orba szájba főműsor időbe. Hihetetlen. Ez egyszerűen hihetetlen. Így élünk. Posgaira visszatérve annyit, hogy Posga Imrének köszönhető többek között az, hogy a Lakitelki találkozónak a nyilatkozata nyilvánosságra került. Ugyanis ő elment Lakitelekre, nem a Kádár küldte, nem a Grossz küldte, nem a, senki nem küldte. Elment, mert már akkor kapcsolatban volt, Lezsákkal nem, de a többiekkel, Bíró Mihályjal, Bihari Mihályjal és a többiekkel, tehát, és Bíró Zoltánnal így van, és ott előadást tartott. Éppen arról, hogy hogyan kellene megreformálni a gazdaságot és a politikai életet. Most ezt elhallgatta az akkori sajtó, ugye, ahogy a Kati mondja, és a Posgai kierőszakolta, hogy a magyar nemzetben 1987. november 24-i Magyar Nemzet számában interjút adott, egy egész oldalas interjú nyert meg a 9. oldalon, ahol Posgai az egyik válaszába az egész Lakitelki nyilatkozatot elmondta. Így került nyilvánosságra, hogy Lezsákék mit csináltak Lakitelken. Lezsák már éppen egy nemzetközi sajtótájékoztatót akart összehívni október végén, és akkor mondta neki a Posgai, hogy én ezt megjelentetem. Tehát neki az 87 hetet írunk, nem 89, nem ezek erek, az 87, szeptember 28 és novembere, úgyhogy ő kulcsembere a rendszerváltásnak egyértelműen, méghozzá pozitív értelemben. Tessék, parancsolni. Nem is lehet. Hát mégis ő is közel volt a tűzhöz, tehát azért ő pontosan tudta, hogy mi történik Szovjetunióban, meg itt ott, tehát benne volt a felső vezetésben,
Tehát ő is az irány, csak jó irányba irányította. Van egy zseniális mondata Pozsgainak, mikor ő sokat járt Olaszországba, meg Moszkvába, itt ott találkozott a szovjet külügyminiszterekkel, meg nem tudom kikkel, és azt mondta, hogy 89 áprilisa az egy borzasztó döntő időszak, ugyanis nem tudtuk, hogy egy erős Szovjetunió élén áll egy gyönge Gorbacsov, vagy egy gyönge Szovjetunió élén áll egy erős Gorbacsov. És ez egy borzasztó fontos momentuma az egész szovjet birodalomnak, a fölmondási szakaszának, vagy időszakának. Tehát most hogyan viselkedjen Lengyelország, NDK-t? NDK-ban 89. október 6-án még ott van Gorbacsov az NDK 40. születésnapján. Közben mi Budapesten már aláírtuk a megállapodást, a Nemzeti Kerekasztal megállapodást. Tehát Magyarországon mindenki kicsit hamarabb kezdődött az egész, és Lengyelországban is. Tehát ott még ünneplik a kommunista NDK születésnapját, itt már megegyezés született. Lengyelországban is mozgolódik a szolidaritás, és így tovább. Tehát... A másik, ami szóba került, itt, hogy Lengyelország az NDK pártagok voltak. Na most nekem van erkölcsi alapom azt mondani, amit most fogok, mert én nem voltam pártag, pedig szerveztek, de én visszautasítottam. Tehát van erkölcsi alapom azt mondani, hogy ez a rendszerváltozás, ez, hogy békésen játszódott le, de hogy az fog, hogy pártag az az én szememben önmagában, ennyiben se élni kellett. Én akkor pedig ilyen izgalmat éltem át, amikor ezt visszautasítottam egyrészt. Másrészt pedig, hogy azok között is voltak, egy ilyen kisvárosban is látja az ember, hogy azok között is voltak olyanok, akiknek sokat köszönhetnek az emberek. Tehát önmagában ez, hogy a másik, hogy mi a véleményük arról, hogyha a rendszerváltozás, mert én sem lelkesedek azért annyira, azért a rendszerváltozásért, de azért ne felejtsük el, hogy egy évig itt voltak a szovjetek. És hogyha ugye egy erős Szovjetunió gyenge Gorbacsovjáról van szó, nem lehetett tudni, hogy a kivonulásuk előtti napon nem jönne egy ember, aki elkotorja a Szovjetunió életéről, és egy második Sztálinként oda megy. Tehát, hogy egy csomó korlátja volt annak, hogy hogyan lehetett lebonyolítani a rendszerváltozást. Szerintem igen, de azt... Csak egy mondat hozzá, hogy azt nem szabad elfelejteni, hogy akkor a Szovjetunió már az összes szocialista ország közül gazdaságilag a legrosszabbul állt. Ezt persze nem teszi azt semmisé, hogy az ásványkincsei mind a mai napig ugye hihetetlen értéket képviselnek, de egy teljesen széteső, a reformvitákba belekeseredett, nagyon sok ellentét által széttépett országról volt szó, amit Gorbacsov szerintem nagyon jól felismert egyrészt, másrészt pedig mindenütt féltek. A magyar, ez kiderül egyébként a műsorokból is, amiket itten nézegetek, hogy azért mindenütt féltek éhséglázadásokról, arról, attól, hogy a nyugat az adósságállományunk miatt bekeményít, és akkor nem jönnek alapvető termelési eszközök, meg alapanyagok, meg mindenféle ásványanyagok, meg energia nem jön. Tehát azért ezt a régen rendkívül jól megcsinálta a létező szocialista tömb ellen, elsősorban ugye a Szovjetunió ellen, hogy kivéreztette a csillagháborús tervekkel és a megvalósításával, kivéreztette az országot. Nem bírták már a versenyt Amerikával a hadi termelést illetően, ami ugye mind a mai napig egy alapvető gazdasági szempont. És ilyen módon régen elnök az két vára fektette a Szovjetuniót. Na most, két vára fektetett országban a 20. században már azért nem jönnek annyira a sztálinok, szerintem. Szóval az már nem, annak nem lett volna ott nagyon realitása. Nyilván egyébként voltak kis puccsok, mert több ember is, aki itt volt nálunk, meg a tudósítóink meg ott voltak, akiket meginterjúoltak, azok elmondják, hogy van egy réteg, amelyik 7 nappát éve azon dolgozik,
hogy ne sikerüljön semmiféle reformot bevezetni. Tehát ők el voltak foglalva a belső harcokkal is. Ennyi. Csak két ilyen rendkívüli képzetést állítottam be, ezért fölteszek egy nagyon egyszerű kérdést. Ugye 30 évvel ezelőtt minden a kapitalizmus ellen volt. Arra esküdtek, attól lettek valakik is. Azok most pontosan fordítva vannak, a sokkal, de sokkal nagyobb, kvantitatíve sokkal nagyobb kizsákmás végrehajtókat kell szeretnünk. Hát az egyik kérdés, a másik pedig úgy fogalmazzuk, az a bányabácsi, aki 35 éves korában Gorbacsov lelkes híve volt, és nekünk is az ideálunk, az ma Putyinra szavazott, és most őt a világ ellenségének kell tekinteni. Tehát az, hogy most hogy áll az most a komolyan szerették akkor, és a kapitalistát, komolyan gyűlölték, és most komolyan szeretik, és az oroszokat akkor most, akkor az a komolyan, amit akkor kellett az oroszokkal, hogy diktátokra, vagy pedig az, amit most, vagy a legnagyobb diktátor is. Hát azt gondolom, hogy amit most ön elmondott, a legtöbb magyar embernek ez okoz egyrészt meghasonlás, másrészt pedig erkölcsi fenntartásaik vannak. Egy olyan világban élünk, amire nem lehet azt mondani szerintem, hogy erkölcstelen, mert az egy ugye olyan értelemben lenne pejoratív, hogy mindenkit megbélyegezne, de erkölcs nélküli világban élünk. Nincsenek normák. Szóval ez a ősgyík madár, ez a rettenet, ez a Gyurcsány, ez naponta mondhat össze-vissza hülyeségeket, egyik pillanatban azt, másik pillanatban amazt. Azok az emberek, hát nem azért mondom, de Klárika, a neje, az mondta a pár héttel ezelőtt, nyilatkozott valahol, és miután, mikor ugye most az Orbán nagyon kell szídni, mert hogy ide jön Putyin, ezek szidják, hogy ide jön Putyin. Akik ugyanúgy, ahogy később ugráltak kifele a Világbankhoz, az Európai Unió illetékeseihez és mindenkihez, akinél lehetett árulni a hazát, ezek korábban ugye Putyint és a Szovjetuniót ölelgették éjt-nappát éve, és amikor a Putyin először a Gyurcsány érába ide látogatott, akkor ugye meghívták, kapott tőlük egy pulit, kutyát, úgy értem, aztán földön megvendégelték, mert Klárikáéknál Bulgáriában úgy volt szokás, és egyáltalán beengedték a családi életbe. Majd ez a hölgy, ez nemrégiben azt találta nyilatkozni, és őt írt is egy cikket, vagy egy hosszú interjú volt, már nem emlékszem rá pontosan, de nyilván internetről visszakereshető, hogy Putyin teljesen megváltozott. Mikor náluk volt, akkor még egy rendes ember volt, de most már nem viccelek, ez van benne, meg kell ütni, Dobrev Klára interjú, biztos, hogy meg lesz, mert nem régi. Most aztán már szóba nem állna vele ő, nem viccelek. Nem, már egy ilyen emberrel már nem lehet szóválni. Igaz, hogy semmiféle bűnét nem tudott felsorolni. Putyin egyelőre jó, hogy egy-két embert becsukatott egy pár ilyen majomketrezbe, ez kétségtelen, ez a harc része, de nem emlékszem, hogy valakinek kilövette volna a szemét, mint a kedves férje például. Úgyhogy elég érdekes volt ezt így nekem olvasni, meg gondolom másnak is, aki olvasta, de Klárika jól megmondta a Frankót. Szóval, hogy Orbán hova való egy ilyen galát hazáruló, aki fogadja a Putyint, szóval ez borzasztó, mert ő már nem fogadná, mert Putyin teljesen megváltozott. Én erről a szocializmus kapitalizmus kapcsolatról nekem a Hoffi jut eszembe, a Hoffinak a két rövid vicce, amikor mindig azt mondták, ugye, hogy a kapitalizmus a szakadék szélén áll, és mondja a Hoffi, hogy mi meg egy lépéssel előtte. Ez az egyik, és mikor a Nemzetközi Valuta Alaptól vettük fel a nagy kölcsönöket a Kádár éra alatt, akkor meg az volt, hogy arra vonatkozott a vicce, hogy hát a kapitalizmus haldoklik. Szóval a gyerekek, az nagy francok vagyunk, azért egy haldoklótól kölcsön kérni. Azóta sem múlt ki, és meg kell adni, ez a lényeg. Sajnos meg kell adni. Még valaki esetleg... Na hát, köszönjük szépen, akkor itt a hölgyék. Amennyiben itt van, még tessék. Volna, bocsánat. Bocs. Thank you.
benne vannak, igen. Már is mondom. Benne vannak, tehát nagyon keményen benne van a munkanélküliség, ezek a gazdasági különbségek, amit tetszett említeni, a bankkonszolidáció be van, ez egy nagyon jó szó, ez a bankkonszolidáció, senki nem érti az értelmét, itt arról van szó, hogyha két bank tönkre megy, akkor gazdasági válság van a világban. Nem azt kell érteni, ami 29 és 33 között volt, hanem most van. Nem gazdasági válság van, hanem pénzügyi válság, de most ezt hagyjuk. Tehát a bankkonszolidáció benne van, hogy például volt egy ilyen a 90-es évek elején, hogy a Magyar Nemzeti Bank, ugye a jegybank kölcsönre adott az államnak, kamatra adott az államnak kölcsönt. A világon nincs ilyen. Tehát ezt én próbálom levezetni gazdasági szempontból, tehát nagyon keményen ezek benne vannak. Egyébként szerepel benne a Magyarország elleni támadásoknak a háttere is. Van benne egy Orbán Viktor interjú is, amit én 2000-ben az első miniszterelnökség alatt készítettem vele május 19-én, és ott, ez nagyon érdekes, amit a miniszterelnök úr válaszol akkor, hogy mi várható, mi a mi Európai Uniós kapcsolatunknak, vagy belépésünknek, és a NATO belépésünknek az ára. Mi a célja, és mi az ára. És ezekből a rövid interjúból megismerhető a mostani támadásoknak a többé-kevésbé a háttere, hogy miért is van ez az egész. Úgyhogy benne vannak. Hát jó olvasást kívánok, és ha nincs több kérdés, akkor köszönjük szépen, hogy meghallgattak. Én köszönöm szépen Kondor Katalinnak, hogy itt volt, és a vendégünk volt. És ha tetszett, akkor kedvezményesen 17% kedvezménnyel megvásárolható a könyv, és kérésre dedikálom nagyon sok szeretettel. Pont 17. Akkor én pedig szeretnék köszönetet mondani Tarics Péternek, aki ismét vállalkozott az esztergomi könyvbemutatóra. Azért mondom, hogy ismét, mert legutóbb Latinovicsról szóló könyvének volt bemutatója tavaly vagy tavaly előtt. Egyébként ez már a 13. kötete. És köszönet illeti őt azért is, mert idecsábította Kondor Katalint mindannyiunk örömére, aki szintén visszatérő vendég Esztergomban, hiszen a Szent István díj átadó ünnepségének is állandó háziasszonya. Ugyancsak szeretném figyelmükbe ajánlani, hogy a könyvek megvásárolhatók, dedikáltathatók, és még szeretném hirdetni a következő programot. Jövő héten folytatódik a helytörténeti előadássorozat, mikor is jövő hét kedden délután 6 órakor ugyanebben a teremben az 1848-49-es szabadságharc Esztergom vármegyei eseményeiről fog előadást tartani Herman Robert történész, a Tudományos Akadémia doktora. És köszönöm önöknek is, hogy ránk szánták ezt az estét. További szép napot kívánok! Thank you.